Új kerékpárutat adtak át az Alsói Po és a Duna mentén, melynek köszönhetően a térség bekapcsolódhat a nemzetközi kerékpáros turizmus vérkeringésébe. A párkány Helenbanyon a Károly Robert hídon áthaladva Magyarországon folytatódik, s ez része az Eurovelo 6-os nemzetközi kerékpárútnak. Amint egy 2 millió eurós beruházás az Interreg Szlovákia-Magyarország együttműködési program keretében valósult meg. A magyarországi oldalon Ipolydamásd és Letkés települések között teljesen új kerékpárutat építettek. A Párkány-Helemba nyomvonal javarészt közúton halad, amelyet most újabb szakaszokkal egészítettek ki kihasználva az itt lévő folyók árvízvédelmi vízvédelmi gátját. Ezt tűztük ki célul, hogy ahol csak lehet, ott megépítsünk egy-egy bicikli utat. Így került körülbelül ilyen 6 kilométeres szakasz a képítésére kiépítésére az Ipoly, a Garam, illetve a Duna gátján, igaz, hogy a Duna gátján már ez meg volt építve, viszont ezen projekt keretén belül egy újabb aszfaltréteget húztunk rá, ami tehát egy rekonstrukció vagy egy megerősítésként szerepel a projektben. A Bike Paradise elnevezésű projekt főkedvezményezetje Ipoly Damást, Párkány és az Isztergránum Európai Területi Társulás partnerként vett részt a projektben amint egy 17 kilométeres kerékpárúton 7 pihenőt is kialakítottak, és 80 tájékoztató tábla segíti a kerékpárosok közlekedését. Rétvári Bence a Magyar Belügyminisztérium államtitkára az ünnepélyes átadón arról beszélt, hogy Magyarországon a Dunakanyar kedvelt úti a bringások körében, és a most átadott szakasz a családok számára is népszerű lehet egy körút is ez egyúttal, hiszen megépült, itt mögöttem is látható az Ibolydamás és Helemba közötti út, de a Retkési hídon is át lehet kelni, és így valakinek szobról kiindulva egy nagyon jól tervezhető családi bicikliúttá válik az Ipolynak az alsó folyása, el lehet indulni, és egy kényelmes két-három órás biciklizéssel körbe lehet menni, az egyik oldalon, a magyar oldalon mondjuk föl, a szlovák oldalon le, két országban járnak egy bicikli két hidat érintenek, a két ország töltésein bicikli haladnak végig, egy igazi jó családi programmá tud válni, egy igazán jó természetközeli programmá tud válni az ipolymenti kerékpározás. Biztonságos a családoknak, hiszen vagy a töltésen, vagy külön útvonalon megy a bicikli út, tehát nem az autók között, nem a kamionok között, nem a buszok között kell menni, akár a gyerekekkel is, hanem biztonságosan lehet a bicikli úton haladni. Jó példája ez a két ország együttműködésének. Az átadón Michal Kalinyák a szlovák beruházási régiófejlesztési és informatizációs minisztérium államtitkára elmondta. Szlovákia 79 járása közül 36 a határmenti térségben van, s mivel ezek kaput nyitnak az országba, fontos, hogy ne szoruljanak a perifériára, hanem fejlődjenek. Csenger Tibor Nyitra megye alelnök ereményét fejezte ki, hogy a sikeres határmenti együttműködés az idegenforgalom fellendülését eredményezi az alsói mentén.